Na, itt vagyok, sziasztok! Jó vitát kívánok mindenkinek, és... így van. Sziasztok, jó vitát! Szia! Mihály, üdvözöllek! Audio, szia! Hogy vagy, mit csinálsz? Aztán nem írtál vissza nekem. Mondtad, hogy adjak valami elérhetőséget. Újabbat is nem írtál. Nem megy jól az élőadás, hogy mi megszakadt, mi történt. Nem tudom, gyenge a jel. Nem megy a live jól? Mi történt itt? Nekem úgy jelzi, hogy... Na most helyre itt úgy jelzi, hogy mintha megszakadt volna az élőadás. De most újra jól megy. Nem tudom, mi volt az oka. Szia, Daniel, üdvözöllek téged is. Pistike, sziasztok, minden jót. Na, most úgy látom, hogy... Igen, elég offline volt, hát nem tudom, hülyeskedik. Meg van gondolom egyszer-egyszer. Lehet, hogy... túl nagy a... Nézzétek meg, milyen, micsoda bitrát ára tettem én. Túl nagy a bitrate. Igen. Le akartam tesztelni igazából, hogy nézzük, hogy megbírja-e a 8000-et, mert 8000 8 megabájtom van, 8, így jobban mennek a játékok is, meg minden, azért gondoltam, hogy felrakom ennyire. Ha már megbírja a nettem is, akkor gondoltam, hogy felrakom ennyire is. Szia, Audio, nem írtál vissza nekem? Mondtad, hogy adjak valami elérhetőséget, mondtad, ugye igen. Mondtad, igen, adjak valami... Hát van nekem Skype-om, és van Messenger, és felvehetik is, akkor tudunk ott beszélni, jó? Baroti.StarTV. Jó? Tudjátok én, itt van egy ötletem. Ha gondoljátok, felhívhattuk most élőadásba Skype-on, és beszélgetünk élőadásba, akarjátok, és közben játszunk. Ja igen, írtad persze Audio, hogy mi a Messenger nevem. Keressél rám, van nekem Facebookom. Keress rám, van Skype-om is, baroti.startv a Skype-om. És... Na most újra jó az internet, ismét jelezte, hogy nem megy jó, nem tudom miért. De most újra jól megy. Persze, Dani, el tudunk beszélni. Na szóval, hol maradtam el? Van nekem Skype-om, baroti.startv, és van igazából Facebookom is. Keres rám Audio, tehát Drágos Alexandru Mariano, az a
az a Facebookon, vagy hanem Baruti Star TV. Egyszerűen beírod a keresőbe. Baruti Star TV, és ráírhatsz te is, még mindenki, aki szeretne, jó? Jó, van, akkor rendben, gyertek. Opa. Csak itt most nem tudom. Várjatok egy picit, felveszem a tableten, jó? Na, tudjátok-e, mi nagyon érdekes volt, hogy én adásom egy Skype hívás, ugye? Nagyon érdekes, hogy tudjátok mit? Felhívlak én, illetve visszahívlak én most, jó? Azért, hogy ne legyen, hogy hívják, meg ezt a zavarodik az a telefon is, meg minden. Akkor, hát csak én visszahívlak én, jó? Érdekes volt, hogy a hírjadásra még ilyet nem is láttunk, ugye? Érdekes volt, hogy a Skype is meg volt jelenve. Nagyon érdekes. Na nézzük, hogy mindjárt azonnal visszaélek. Azonnal, csak egy picikét. Nézzük meg, hogy... Várunk egy picit, hogy frissítsa a... Nem akarja az a... Próbálkozok a tableten, de... Úgy lát, akkor a laptopon kéne. Szerintem. Várjuk, akkor a laptopon csináljuk, nem tableten. Jó? Laptopon megpróbálom. Mert legalább akkor nem fogok googolni én sem. Rendesen széken ülök, és így jó lesz. Na, nézzük. Indítsam el a Skype-ot. Leírom. Hát de audio nem kapsz meg engem, csak egy picit. Hát beírod, hogy facebook.com Baruti Star TV. Aj, még már leírom neked. Hát csak meg. Na, tetszik látni? Na, ez lenne nekem a Facebook oldalom, a fanpage. És erre, hogyha is tudsz írni üzenetet nekem, jó? Ha van Facebookod, oké?
És még van egy baráti udalunk, de én bejelülök, hogy arra mész azért, jó? Na. Sziasztok! Na, kicsit húzza a fél. Hogy van ezen a szép téli napon? Milyen az idő eltében? Hát, nem mondjuk elég. Jó. Inkább hideg. Én meg ma összetettem valamit azt. Egész napszom vagyok. Hát igen, hideg van sajnos. Na, igen. Nem tudom, ha nézik, hallanak-e, mert most telefonról live-ozok, és a laptopon megy a Skype, és így a telefon mikrofonja, amit vesz esetleg, azt tudja leadni, mert de gondolom, hogy hallanak biztos a nézők, titeket is. Ebben a live-ban lesz ilyen gépvégon fogalom, vagy valami? Lesz, persze. Igen. Jó. Én néztem a délelőtti live-odat is. Jó. Akkor jöttem haza, és láttam. Hát sokat csináltam ma, és tegnap is meg videókat, meg mindenféle, tehát elég, hogy mondjam, aktív vagyok mostanában. És volt már ilyen megkeresésed, hogy poszpózra megkeresésed? Hát, mit mondjak? Hát az átjárkultól akartak hívni engemet. Hát az jó. Csak nem tudtam elmenni, mert nem voltam jós. Nem. Egyszer láttam, hogy benne voltam a fókuszban, azt hiszem. Igen, a TV2 aktívban. Igen. Igen, azt én is láttam. Az jó volt ez. Hú, úgy lehet, hogy megszakad. Megszakadt nálatok az élőadás? Nálam nem. Nem. Hát akkor lehet ezután még fog már úgy jelzi nekem, hogy... Jelzi. Oké, hozzam az utaremet, már kihagytam. Na most hájra jut nálam, úgy jelzi. Meg kell az utaját hozzam már. Kicsit távolabb tettem az utaját, és lehet, hogy az a probléma. Ezt szia, ezt elüdvözőleg téged is. Szia, szia. Minden jót. És akkor még lesz akkor most, vagy hol foglalunk lesz, vagy milyen vár? Lesz, igen, igen, szerintem játszodjunk egyet. Jó. Egy pillanatot menjek a rutert. Hozzam be az utást, mert... Itt vagyok, nem fog megszakadni. Na.
Na jó, nézzük meg akkor a játékot, a honfoglalót. Rendben. Rendben. Mivel Pistivel felfeljük honfoglalón. Igen. És így, van neked ilyen kedvenc játékod, Sanyika? Milyen? Nekem is nagyon jó játék, ilyen gondolkodható és szórakoztató. Itt meg tudsz hívni Sanyikát? Csinálni fog egy szobát, és oda majd kóddal be tudunk lépni. Várom a tavaszt. De kicsit korai biztos, de... Hát... Még te még picit korai. Még karácsony se volt. Na, megvan a szoba, és akkor... Majd megtudjuk. Én becsatlakoztam. Én még nem. Várunk. Bázis terület sorsolás. Terjeszd ki a birodalmad. Válaszol gyorsan. Magyar Televízió, mi esetek című. Dani? Eltaláltam. De jó. Ügyes.
Tudod, a internet gyors is feldolgozta ezt. Jó, de ott egy kis jó volt, nem? Nem. Ott, hát az egyet mentek, de tudom, amikor berakták a végén. Ja, de a 13. Köszi Tamás, úgy ne, de... Túl későt, nem. Angol mézföld. Hú, hát ezt nem tudom. Nem tudom is. Hű, az igen. Ez jó sok. Ez az, tehát támogni többet is. Én nagyon filmekben nem vagy jó. Ja, hogy félreolvastam. Tudod, mennyire szeretem a filmeket? Nagyon. Ez az, hogy nem tudtad volna, az elég is lehet volna. Nem vétel. Nem így vétel. Túl sokat írtam. Egyszer rá vagyunk, Pistika. Igen. Botágyó. Botágyó az. Az ilyen olaszos nevű. Igen, igen, neve is. Ú, nem tudom. Ezeket az 31. 95 az túl korán volt. Nekem. Ő nem jelezte ki, hogy mikor, és neked ilyen elvje más több dolgot adott. Rosszra kattintottam. Dávid,
Szivar van, hátja. Szem. Uranus szerintem. Áj, de nem olvastam, hogy Uranus. Jó meccs volt, én így kiestem. Nem estél még ki? De. Ott vagy még lélekben. Lélekben még itt vagyok, igen. És ha inkább ne engem támadj. Vedek itt. Tudod? Nincs aki itt. Hertz, persze, ezt tudjuk. Ott volt háttér, volt térkép, azt megszámoltam. Pisti. Mi a baj? Külök vécé, azt tudtam. Na jó, Pistika, vigyed akkor, vigyed. De szerintem ezt igen tudom tudni. Ez nehéz. Szerintem... Nem tudtam nyomni! Később Hitler, úgy le. Érdekes volt. Én a telefonnal szoktam lájvozni. Nagyon szép pedig a képe. Adakadékás a képe? Hát majd igazából full HD-ba szoktam streamelni. És a kamerája mind a kettő jó, elő és hátul is. Nem is nagyon kell kamera se, hát ilyen jó minőségben tud filmezni. Hát igen. De ilyen jó minőségben tud, akkor feleslegesen kamerát venni. Hát igen, 4K-ba is tudok filmezni vele, úgyhogy megtesz mindent. Sőt, van internetem rajta, játszani tudok, egy telefonnal sokat lehet csinálni. Igen. Sok mindent. De hogy nem hiába okos telefon, sokat tud. Hát igen. Ezek a mai telefonok hát nagyon sokat tudnak.
Én meg vagyok elégedve is, nem is kéne, nem is vagyok, azért nem vagyok komolyra arról, mert én live-ozok, live-ozni szeretek inkább. Amíg nem tudtam mondjuk, hogy Deloró live-ozni, nem volt olyan érdekes, de most, hogy tudok live-ozni, meg nézem a csettet, sokkal érdekesebb. És milyen telefonod volt? S6 Galaxy, Samsung. Az eléggé jó telefon. Igen, csak már kicsit az aksia gyengült, tudod, mert rengeteget használtam, és rengeteg, két éven keresztül rengeteg live-ok, meg mindent ad. Hát igen, nekem is a mostani Lenovo telefonnak az akkumulátorja nagyon le van roncsolódva. 90%-ról le tud merülni 0%-ra, azért attól, hogy megnyitom a kamerát. Nekem a telefonom a töltőkábele van most per pillanat elromolva, és úgy nem működik ki. Tölt, amikor tölt, valamikor tölt, amikor meg nem. És én neki milyen speciális fejű töltőkábele volt. Hát igen. Na, megszakadt. Elment a kapcsolat. Az nem szokott meg. Most jó. És fogunk még játszani, vagy ennyi? Hát, most lezárom a játékot. Hát, hogy beszélgethetünk, nem? Ezt kezdett fájni a fejem is, én nem tudom, nem bírok koncentrálni nagyon, nem tudom. Ez az idő meg mi az, de én nem tudom, furán érzem magam. Ja, rosszul érzem magad, akkor menj, feküdj le és pihenges. Nem csak úgy kezdett fájni kicsit a fejem. Az, hogy nem ospit sem használtam, mert ki akarom hagyni is, kiadtam. Reggel nem tettem szórumbos, mit tudom én, lehet, hogy nem volt jó, hogy kiadtam, nem tudom. Még egy autós játék, hogy bevállalok aztán. Az amelyek is. Közben tudunk beszélgetni. Csak így, nem, így, tehát is tehát, hogy ugye mi barátok vagyunk, nem csak így, tehát, hogy barátnak tekintesz ránk, nem pedig nézőnek. Hát igen, persze, hogy ne, hát igen. Normális. Nézők is vagyunk. Hát igen, normális az. Igen. Nekem még mindenkit annak tekintek egy az egyben. Tényleg, ne, akik vannak a csetten, napi nap néznek, mindenki. Igen. Én nem szoktam kivételeket csinálni, tehát nekem az emberek sokat számítanak, ha mellettem vannak, tudod, és rengeteget 6000 szám. pénzt a játékban. Igen.
Csak az, hogy az állapotom, az allergia, hülye, azt hiszem valami allergia is volt. És az, ami hát kicsi... az nem a legjobb, nem a legjobb. Hát nem jók ezek, és az annyi, mindig annyi baj van, már kezeli is egy csomó gyógyszer, minden. Testvérem nem is azért allergiás a pollenre, igen, és amikor itt vannak Debrecenben, akkor is nagyon rossz látni szenvedni, mert amikor mi is felmegyünk Pestre, akkor is folyton tüsszög, folyik az orra. Hát nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen tényleg ez a... Ez a... Hát ez a... Mondjuk nálam van egy valami elnyhágyulodás is szerint. Remélhetőleg jó lesz. Hát reménykedjünk, na. Élményekben dús. Igen. Probléma okát kapják, meg aztán kezeljenek is. Akkor jó lesz. És miben volt az altatásod? Hát a tudom, műtét előtt el szoktak altatni. Kutyák hívogatnak ott. Sanyika, nekünk van egy barátunk. És ugye találkoztunk is Pesten. És felment a hádába a mozgó lépcsőre, még miközben mi nem mentünk fel. És teljesen eltévedt, és majdnem is esett a mozgó lépcső. Ha mondjuk a matekból nem annyira, de matekból nem voltam annyira jó, de a többi például az nem így mondjuk. Na jó, szerintem úgy lát, mi négetek lassan. Jó hét. Jó hét, pihent ki magad. Jó bolást. Köszönöm, sziasztok. Sziasztok. Na akkor megyek, jó. Megyek is. Szép álmokat nektek, és aztán folytatjuk majd ezeket a játékokat, jó? De jó. Sziasztok, minden jót, szép álmokat, aztán holnap majd találkozunk, jó? Minden jót, sziasztok.